legenda vagy. Sziasztok! Németh Nyiba Sándor vagyok, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között az Élő Legenda című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket is meghívok a műsorba. Találkozhattok legendás zenészekkel is, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között Élő Legenda. A műsor élő, telefonáljatok és küldjetek e-maileket. Várlak benneteket! Szép jó estét kívánok mindenkinek, megint eltelt egy kis idő, továbbra is élünk, létezünk, a vendégek minősége nem gyengül, hanem javul, vagy legrosszabb esetben stagnál. Hát ennek nagyon örülök, hogy ma két olyan kiváló vendéget köszönthetek, akik aztán igazán megtették a magukét. Jobb oldalon Török Ádám, a legendás mini együttesnek mondhatni a mindenese, az alapítója, zeneszerző, szövegíró, énekese, és már több mint 7000 koncertem van túl Ádám, és ha jól tudom, akkor durván 20 lemez jelent meg. Ez így magáért beszél, tehát itt különösebben magyarázata nem szorul ez az életút. Balra mellettem van fia, Török Dániel, aki kétszeres Európa-bajnok, világkupán 5. volt, és a világbajnokságon bekerült, azt hiszem egyedülállóan az első 8-ban, de majd azt elmondja, hogy karatéba, hogy melyik karatéhoz is tartozik ő, mert ugye karatéba többféle megközelítés van, és én szeretném hitelesen hallani. Ez a következő egy óra erről szól, tehát arra kérlek benneteket, maradjatok velünk, mert ez egy jó műsor lesz, és talán úgy kezdeném, hogy ki érti ezt a bonyolult világot? Rohanó egó élet, ez maradt nekünk. Amíg hagyjuk a semmit, múlik az idő. Tudom. Vesztesekre nincs szükség a földön. Hát ezt azért mondtam el, mert ti valahol mind a ketten győztesek vagytok, és valahogy ez a világ nem akarja a veszteseket befogadni, nem akarja elfogadni, hanem mindig csak mindenki csapódik a győztesek mellé, mert valahogy azoknak jó az aurájuk, jó a kisugárzásuk. És hát itt két ilyen emberül. Akkor talán tartjuk be a tiszteletet, bármennyire nagy király vagy itt mellettem, mégiscsak az édesapát kell először megkérdeznem. Kezdjük ott, hogy te egy legendás zenész vagy, 7000 koncerten túl lenni. 7000-ig elszámolni is nagyon-nagyon-nagyon nehéz, tehát nem is tudom, hogy hányadik osztályban történik ez már meg. Tudtad te ezt annak idején, hogy Török Ádámból egyszer olyan zenész lesz, aki meghatározója lesz magának a jazznek és a bluesnak, vagy pedig nem? Ez itt a kérdés. Hát ugyanúgy kezdtem én is, mint mindenki. Fiatal koromban, tínédzser koromban sportoló akartam lenni, futbolista. Játszottam is egy-két csapatba. Aztán hirtelen gimnáziumot váltottam, és ott bekerültem egy beat zenekarba a 60-as években, és az meghatározta a sorsomat. Zenész lettem, annyi 1000, 10000, 100000 gyerek közt, aki akkoriban 60-as években különböző hangszereket vett a kezébe, de abban sok 100000-ből egy pár, 1-200-nak sikerült ismerté válni, igazán maradandót alkotni, és hát ebbe vagyok én is. Most már lassan 40 éve a pályán, és ez a mázlim, hogy kitaláltam valamit, ami közel 40 éve kell az embereknek. Most belegondolok, hogy tegnap este részt vettem a koncerteden, és egyszerűen megdöbbentő volt, hogy mennyire rajongnak érted, hogy nem egy ilyen mű bekiabálás, hogy Kezeket a magasba című dalt hallottuk, hanem egyszerűen azt hallottam, hogy megőrültek érted. Tehát egyszerűen visszatapsoltak benneteket, visszajöttetek, és utána újra és újra, és nem akartak béké hagyni benneteket, még akkor sem, amikor már tulajdonképpen meg kellett érteni, hogy itt vége van, nincs tovább. Tehát mivel tudott elérni az, hogy a közönséget ennyire magadévá teszed, tehát hogy ennyire, úgy mondjam, megbolondítod őket, teljesen átveszik a te stílusodat, a zenédet, hát ugye nem egyedül csinálod természetesen ezt a zenét, hiszen ott van ugye a kiváló dobos, a Pinyó meg a többiek, de
Mégis csak te vagy a fő arc. Hát régen sok hölgyet tettem magamévá, most meg már... Miért már késő van? Most már más a világ. Ellenben nagyon sok fiad. Rajongom van, és nagyon örülök annak, hogy az embereknek kell ez a zene. Hát nézd, azért vagyok mázista, mert egy iparos vagyok, egy zenésziparos, de tudtam alkotni néhány olyan dalt, ami ma is kell az embereknek. Ahogy hallottad, tegnap is kiköveteltek 2-3 régi dalomat, amire nagyon büszke vagyok, például a Keresztes Lovag, ami most a 2004-ben a világ legjobb 1000 dala közé került, a legnagyobb magyar szavazáson, internetes, és ott negyedik lett. Tehát a világ legjobb 1000 rock száma közé választották be a magyarok. Tehát a magyar ízlést figyelembe véve a Jet Rotál, Eric Clapton és az Zemután az én számom, a Keresztes Lovag lett a negyedik. Sok 10 000 szavazatot kapott, és aztán vannak ilyen dolgok, hogy sikerült ilyeneket írnom, ami kell ma is az embereknek. Hát azért továbbra is, ha visszakanyarodunk a kezdésre, akkor ugye mondtad, hogy hát labdarúgó szerettél volna lenni, hát ilyen kinézettel én azért el tudtalak volna képzelni birkózónak, dzsúdósnak, és hát számtalan küzdősportosnak, és hát kisiklott a pályád, de mégsem, mert zseniális dolgokat alkottál. Igen ám, de biztos, hogy tudatalat benned volt, a fene vigye el, hát itt voltam, kőkemény arc, és hát zenész lett belőlem, és hát milyen jó sportoló is lehetett volna belőlem. És hát akkor jött ugye Dani fiad, aki tulajdonképpen az álmaidat megvalósította. Így van, és onnétól kezdve meg Dani hatalmasat nőtt a szememben, amikor ugye azt mondja, hogy bajnok vagy dühös ember, ti csináljátok ezeket a zenéket? Elmondom, igen. Tehát innétől kezdve, Dani, te neked aranyutad van nálam. Egyébként a Civil Rádiót hallgatjátok a 98-as MHz-en, benne az Élő Legenda című műsort. Török Ádám és Török Dániel a fia, ők a vendégeim. Danikám, örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és most térjünk át, hogy tulajdonképpen milyen karate is ez, mert ez valami nagyon kemény, amit te csinálsz. Igen, a Kyokushin karate Magyarországon már 30 éve működik, Furko Kálmán vezetésével. Alapították meg itt, és honosították, a nagyon nagy támogatottságot kapott, mivel a nagyon jól politizáltak, és a magyar hadseregnek lett a deszantos alakulatoknak, meg az a speciális egységeknek a kiképzői alapja a Kyokushin karate, és így nagyon nagy támogatottsága lett, és így itt lettek az Ibusuyama kupák, mind már a BS-ben rendezték a versenyeket. Ez itt volt 3-szor, vagy 4-szer volt Ibusuyama kupa, mindig az alapító mester Masuta Suoyama eljött ide, kevés európai országba jött el, megtisztelte az országot, és hát még mindig azért 12 000 ember hűzi ezt a sportágat, ami abban különbözik a többi karatétól, hogy ez teljesen full contact karate, vagyis erőkarate, úgy szokták jellemezni, mivel puszta kezes küzdelem van, nincsen védőfelszerelés, és teljes erővel, míg az ellenfél fel nem adja, vagy harcképtelen nem lesz, addig megy a küzdelem. Hát innétől kezdve még nagyobb vagy a szememben, mert valahogy én így képzelem el, tehát hogyha valami küzdősport, akkor az ám legyen küzdősport, tehát ott ne beszéljünk mellé, meg ne magyarázkodjunk, meg legyezgessünk, hanem hát álljunk oda, és keményen lépjünk bele. Tehát én azt gondolom, erről szól a birkózás, az ökölővás, különböző ketrecharcok, illetve hát itt van a karaté, hát ez egy tényleg ember próbáló. Akkor vizsgáljuk meg ennek a pszichológiáját, hogy tulajdonképpen amikor te felmész, és tudod, hogy most következik egy mérkőzés, az előtte levő néhány percben mi játszódik le az agyadban? Egyáltalán, ne azt mondjuk, ez csúnya szó, hogy inkább valami szebb szóval próbálok fogalmazni, tehát tartasz a mérkőzéstől, vagy pedig azt mondod, hogy téged legyőzni nem lehet. Mert aztán mégis előfordul ilyesmi, hogy az embert legyőzik, mert általában Mohamed Alit is legyőzték, úgyhogy másokat is legyőznek. Te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Hát őszintén megmondom, hogy itt volt az Európa-bajnokság például itt Budapesten, amire azt mondták, hogy játszva meg kell nyernem, az összes ellenfelemtől rettegtem az elején, hogy mi lesz. Ez egy komoly mondat, ez tetszik. Inkább azt mondom, hogy nem csak attól rettegtem, hogy van fájdalmat fog nekem okozni, hanem amit eddig én felépítettem, hogy itthon én kikapok a szüleim előtt, a családom előtt, a magyar mentalitás előtt, és ezt el kell mondanom, hogy ugye rengeteg ilyen sportolónk van, aki világbajnoki második helyezett, ugye a birkózásban is, és mennyire nem támogatják őket, vagy hogy miért csak olimpiai második lett, hát állj oda, majd megtudod, hogy miért. Tényleg nagyon stresszeltem, és ahogy felléptem a pástra,
bemondták a nevemet, abban a pillanatban ez megszűnik, ez az érzés, és akkor már csak a küzdelem. Amikor már mondják, hogy Jimmy vagy, hogy rajta, akkor ott már minden már csak a küzdelmen múlik. De az eleje az borzalmas. Ez a főleg az első küzdelem, amikor a tűzkeresztségen átmegy az ember, mert utána már jó, be van melegedve, átesett az első fájdalmakon, akkor már nem stresszeli magát. Szóval az első küzdelem előtt egy borzalmas félelem. Akkor most egy kicsit ismerjük meg jobban ezt a sportágat, tehát mégis mit jelent? Tehát vedessük le onnét, hogy nevet bemondják, felmész, milyenek a szabályok, hány percig tart, tehát többet tudjanak meg a kedves hallgatók, hiszen szeretik ezt a műsort hallgatni, egyre több e-mailt kapok. Amit még akartam mondani, hogy elég népszerű itt Magyarországon, 3000 ember alatt nincsen mérkőzésünk, általában körcsarnokban, vagy pedig nagyobb csarnokokban szoktuk megrendezni. Elég jó rendezés között, azt köszönhetjük a szponzoroknak is, meg a régi karatékáknak, de hát amit kell tudni a sportágról, 5 bíró van, 4 sarokbíró, 1 vezetőbíró, és csak ippon és vazari van, mint a judónál, ez az, vagy fél pont, vagy egész pont, és az aktivitást nézik. Szóval lehet nyerni 3 perc az első menet, utána, hogyha döntetlen, akkor van még 1-2 perc, hogyha az is döntetlen, még 1-2 perc, és utána most jön az extrája ennek a karaténak, hogy van a karatéban, hogyha a súlykülönbség is megegyez a két versenyző között, nem tudnak dönteni a versenyzők, akkor törés van. Négyfajta nem. Ijeszgessé már fenyegesse. Vigyed, mert nagyobb is vagy, én még növésben vagyok, az igaz. De hát erről szól a Kyokushin karate, hogy a világbajnokság az súlycsoport nélküli. Szóval a 70 kilós összekerülhet a 120 kilóssal. És nincsen súlycsoport, és rengetegszer volt, úgyhogy 70 kilós nyerte a világbajnokságot, vagy 80 kilós is meg tudta verni ezek között a szabályok között. Azért, mert súlykülönbséggel, ha kibírta azt a 7 percet, akkor ő nyeri, a könnyebb testsúlyú nyeri a küzdelmet. De hogyha az is megegyező, akkor a törésszámokat, hogy ki hány deszkát tudott eltörni, aki a többet tört, az nyer. De hogyha még ez is döntetlen, akkor van egy végső 2 perc, akkor így az összidő, ez 9 perc, ahogy így halljuk. 9 perc alatt van egy végső küzdelem, amikor már iszonyú fáradtak a versenyzők, és a bírók is arra vannak kötelezve, hogy mindenáron kihozzák az egyik versenyzőt. Tehát, ahogy elmondtad ezeket a gondolatokat, egy olyan érzésem van, hogy valószínűleg karatésok hozzák ezeket a szabályokat, mert itt valóban kiderül az igazi küzdelemben, hogy ki a jobb. Mert ennyi perc alatt többször van holdpont. Pontosan. És itt a technikás is alul maradhat, meg a rosszálló képesség is alul maradhat, és pillanatok alatt fordulatok vannak. Tehát ez nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a szabályok. Most egy kicsit le kell húznom a birkódást, mert például a birkódásban elrontották a szabályokat. Én nem tudom, hogy kik hozzák a szabályokat, de ezek a szabályok nincsenek a helyén. Még a mi időnkben, a 80-as években szó szerint az volt, hogy 3x3 perc volt, és ott tényleg a jobbik győzött. Tehát meg kellett kőkeményen dolgozni a legkisebb sikerért is. De most térjünk hát Ádámra, mert akkor hát sóhajtott, és azt mondja, hogy gyerekek, gyerekek, itt van két fiatal ember, és hát engem itt próbálnak háttérbe szorítani, és hát ezt nem lehetne. Ádám, következő lenne a kérdésem hozzád. Itt van a családban két ilyen zseniális ember. Ugye te ismert vagy, híres vagy, de egy teljesen más közegben mozogsz, mint a fiad. Hogy tudjátok ti ezt összeegyeztetni? Tehát egyszer a nagyságot, másodszor pedig az érdeklődési különbséget. Hát én mindig érdeklődtem a Danikának a dolgai iránt, sőt, nagyon sokat segítem is a dolgait, amit tudok a sportbelit, akkor a reklámügyeit intézem nagyon sokszor, különböző rendezvényeket, meg minden versenyen ott vagyok. Én imádom a sportot, szóval örültem neki, hogy ő sportoló lett, és ilyen nagyszerű sportoló, aki a minden idők legjobb eredményeit érte el ebbe a sportágba. Most már Magyarországon ezt nyugodtan mondhatjuk, eredményi a japán is, meg szerintem, mint erőbe is ő a legerősebb, aki volt itt a sportágba. Én utolsó 10 évben láttam mindenkit, tehát ilyen zorral senki nem volt. És kinézetre is zorral. Hát elég zorral kinézett. Tehát... Elég durva kinézete, és azt mondom, te is alá tudod támasztani. Várjál, azért arra még biztost, hogy szemüveget föl, mint neked, akkor aztán szó szerint szerintem 50 méterre nem merik megközelíteni. Igen, hát a két egymás mellett megyünk, a fekete szem, az öreg mafióza, meg a fiatalabb, szóval elég meleg a megjelenés. Hát figyelj, de
kisfiú kora óta ezt a sportot, úgy most már ismerem, és nagyon, hát amióta jöttek az eredményei, 96 óta magyar válogatott lett minden, azóta tök benne vagyok ebben a sportban. Amellett, hogy vannak most új terveink, amiket majd ő el fog mondani, én a sportot imádtam világéletemben, ma is a futball és a, most már a kio az a két legfőbb. Hát egy jó érzés hallgatni egy édesapát, hogy így beszéljen a fiáról, és hogy ilyen tisztelettel vagytok egymás iránt, és sem a siker, sem a pénz, semmi nem szerített meg benneteket. Ez egy nagyon csodálatos dolog. Úgyhogy itt nem tudunk más csak tenni. Csak a csajok. Hát igen, azok veszélyesek. Azok igen. Nagyon veszélyesek. Igen. Hát arra kell gondolni, hogy mindig keresd a nőt a háttérbe. Tehát a nők azok nagyon szeretnek irányítani. Sajnos azt is el tudom képzelni, hogy két ilyen zseniális embert a háttérből nők elkezdenek mozgatni. De most akkor inkább hallgassunk meg egy zenét Ádámtól. Egyébként a 98-as MHz-en a Civil Rádiót halljátok, benne az Élő Legenda című műsort. Vendégem Török Ádám, a legendás zenész, a Mini Együttesnek a mindenese, és Török Dániel, ő pedig kétszeres Európa-bajnok, és hát legendás karatés. Úgyhogy Ádám, mit hallunk? Hát pont hozzá kapcsolódik a Danika sportja, ez az éjszakai harcos, a legutolsó CD-mnek a címadódala, ez az éjszakáról szól, a harcosokról, és csináltunk közösen egy nagy bulit, amikor bemutattuk ezt az új CD-t 2005. januárjában a Petőfi csarnokban, ahol a Daninak az első K1 meccsét is megrendeztük, tehát ő egy másik sportban is megmérette magát, és erről szól ez a szám, valamint erről van egy marha jó videoklip, amiben a Dani is van, meg én is. Tehát ez egy ide kapcsolódik. Tehát magyarul itt nem beszélünk mellé, hanem történnek a dolgok. Tehát én mindig azt mondom, hogy az a hiteles, ami megtörténik, az, hogy itt beszélünk a semmiről. Itt a zene, itt a klip, itt az ember élőben, itt vagy te. Hát ez magáért beszél, akkor halljuk a zenét. Soha nem lesz vége vele.
az álom film pereg tovább. Nézem a gyűrött arcunkat, a kézzel az elem fellegekből. Állj, nem bírom tovább. De hogy nem bírod, gyerünk, mert újra itt van az éjszakai harcos, az udvartartás. Gyerünk most mindenki, újra indul a buli, mert újra itt vannak az éjszakai harcosok. Mert gyerünk, 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 gyerünk mi. Oh, igen, 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 itt van az éjszakai harcos. És a nagy udvartartás, igen, gyerünk mi. Szép jó estét kívánok továbbra is mindenkinek, és még mindig van rengeteg időnk. Már eddig is érdekes információkkal lehettetek gazdagabbak, és hát a következő időszak is erről szól, mert mi a mi dolgunk, hogy ne alázkodjunk, de legyünk alázattal a hallgatók iránt, és szeressük egymást, mert hát a zene és a sport, ez erről szól. Az Ádám ezeket zenében megénekeli a legendás történéseket, hát Dani pedig agyonveri a világot, hogy rend legyen ebben az országban. Úgyhogy továbbra is vendégem Török Ádám, a legendás zenész, nem kell különösebben bemutatni, mert szerintem minden kedves hallgató ismerőt, és fia Dániel, akit biztos, hogy kevesebben ismernek, már csak úgy ismerik kevesebben, hogy nem mindenki tudja esetleg, hogy Török Ádámhoz kapcsolódik, hát ez komoly vér, komoly vér, komoly háttér. Úgyhogy ők a vendégeim, tehát sokat beszéltem, és Ádám megint meglökött. Tehát ez így megy állandóan, és hát két kemény ember között nem nagyon lehet legénkedni. Na Ádám, akkor egy kicsit ugorjunk. Te azért sok minden mástól is foglalkozol, médiában is dolgozol esetleg. Röviden elmondhatsz néhány információt természetesen magadról, hogy hol vezetsz műsort, mit csinálsz, hogy élsz a hétköznapokban. Hát a zene mellett, tehát a mini együttes koncertjeim mellett most indítottam megint a Blues Café című tévéműsoromat, ami régen 5 évig ment különböző csatornákon, és most minden második vasárnap vagyok a Pax TV csatornán a Blues Caféval, 2 órás műsor, éjjel 11-től 1-ig, blues, rock, blues, jazz rock, rhythm and blues, világsztárok, filmekről, a magyar sztárok, kortársaim, fiatalok élőbe, és azt hiszem, egy nagyon jó műsor, ez most már egy legendás műsor, nyereményjátékos műsor, telefonos nyereményjáték van. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kis műsor. Aztán ennek a Blues Café-nak nyílik a klubja, a Champion Café-be, ami a Váci út 28 szám alatt van, ahol van egy shopunk is, tehát ott lesz minden hétfőn egy klub, ahol jöhetnek a Blues Café rajongói, a mini fanszőrök, tehát a mini klub rajongói, aztán jöhetnek a fiatal együttesek bemutatkozni, elhozni az anyagukat, akik akarnak szerepelni a Blues Caféba. Tehát egy olyan dolog lesz, hogy ott is este 7-től 9-ig lehet találkozni velem, meg a Blues Café különböző szereplőivel. Hát most mérkőzés lenne kettőtök között, hány másodperced lenne? Hogy mondod? Ha mérkőzésetek lenne egymás között, tehát összecsapnál a fiaddal, akkor hány másodperced lenne? Hát nézed, kicsit erős a gyerek, de azért én meg pleknis vagyok, szóval nincs lejátszva. Azért... Vissza kézből adnál neki? Hát nem, de tehát világik legzorralabb karatése, tehát egész más. Én meg már lassan 60 éves leszek, így nem lenne sok esélyem. Ádám, emlékezzünk vissza, amikor kicsi volt. Igen. Akkor hogy nézett ki ez a nevelés? Tehát hogy nevelted? Elverted őt? Megfenyítetted? Terrorizáltad? Nem bántottam én soha. Mini csak szóval büntetted? De én egy nagyon liberális ember vagyok, nem bántottam én soha. Legalábbis úgy emlékszem, hogy
fociztunk kiskorában, vittem mindig focizni. Érdekes módon az első szava az volt, hogy labda. Labdát mondott, tehát marha jó focizott kiskorában. Egy éves korában akkorákat rúgott, hogy elájult mindenki. Aztán ilyen 8 éves korában állandóan ninja filmeket nézett, ott VHS, vettük ki ilyen videótékából, és aztán egyszer találkoztam a Bemrakparton egy ilyen karatés edzővel, ott tartott edzéseket, és oda levittem a Danit, és onnan indult a karrierje. Hát ezek szép történetek. Na, akkor nézzük a fiatal ifjoncot. Tényleg milyen magas vagy, 2 méter? 197 cipőbe 2 méter, igen. Igen, igen. Ez volt nekem is félelmetes, tehát ugye kicsinek tűntem. Aztán kiderült, hogy nem én vagyok a kicsi, hanem te vagy a nagy. Akkor beszéljünk most egy kicsit más küzdősportokról, mert most már téged lehúzni nem tudlak, mert ugye ezt kinyilvánítottam, hogy számomra ez egy nagyon-nagyon komoly sportág, ahol ilyen direkt megmérettetés van, és ilyen őszinte küzdelem, azt lehúzni nagyon nem tudom, ha már küzdősportról beszélünk, de azért azt esetleg megkérem tőled, hogy hasonlítsd már össze egy kicsit a kungfuval mondjuk, és hasonlítsd össze mondjuk a birkózással, judóval, hogy mi a hasonlóság, és mi a más ezekben a sportágokban. Jó, hát ami másság, hát nagyon egyszerű. Ugye a judó és a, vagy inkább úgy mondom, hogy a birkózás a legősibb sportág volt már az olimpián. Köszönöm. Ez mindig is tart, és elég borzalmasnak hallom, amikor mondják, hogy a kötöttfogásút, azt hiszem, vagy a kötöttfogású birkózást szeretnék elfelejteni az olimpiáról. Azt is ide jönnek ezek a tékvándók, meg ilyesmi. Lehet, hogy az én küzdő sportom ellen beszélek, de beszélhetek a kungfu ellen is, mert már bemutató sportág lesz a kínai olimpián a kungfu, nem tudom, hogy tudtad-e. De ezek mind az ősi sportágokra kárára megy, ide be lehet sorolni az ötusát is amúgy. Ezek miatt. Ami a különbség, hát a kungfu az persze a kínai sportág, több ezer évre visszavezethető. A karate ez meg egyszerűen japán sportág. A judo az szintén japán sportág, és ezek a kyokushin karatében vannak olyan elemek például, amik a judóra emlékeztetnek. Sőt, mi gyakoroltuk is ezeket, de hát ezek a versenyszabályban teljesen különböznek meg itt. Ütés és rúgás kombinációk vannak, és KO-ra menő küzdelmek, míg a kungfuban rengeteg forma gyakorlat van a versenyszabályrendszerben. Nagyon kevés full kontakt versenyük van, ezt meg lehet mondani, nem lehet ezen vitatkozni, ezek a különbségek. Ami hasonló a birkózás és a judó között, hogy mindegyik test-test elleni küzdelem. Azért mondom, hogy ez a legősibb sportág, mert ugye a világ másik oldalán is ezt kitalálták, a judót, Japánban és itt meg Európában, Görögországban elindult a birkózás, szóval ez valahogy az emberben genetikailag benne volt, hogy ezt kitalálja ezt a küzdősportágat. Mert ezek viszont nagyon hasonlítanak, de a birkózásban nincsenek feszítések, hanem inkább dobások vannak, ugye, vagy pedig tus helyzetek. Míg a judóban ott pedig dobás és feszítés és leszorítások is megtalálhatóak. Amit akarok mondani még, hogy rengeteg elemet inkább a felkészülésben, a kyokushin karate, az egy erő karate, azért mondják, hogy erő karate, mert rengeteg test-test elleni küzdelem van, amikor a két test összeér, nagyon közel van, akkor dulakodnak, meg lehet úgy előnyt szerezni, hogy a másik társat kilököm a pástról, szóval azokat a felkészüléseket kell alkalmaznunk, amit a judóban, mind a birkózás felkészülési alapjaiban benne vannak, ezeket mi tanuljuk is, én el szoktam járni birkózni, és nagyon jó erőálló képességet hoz ez a sportág nekünk, meg a súlyzózási rendszerüket is át szoktuk venni, de hát ez már pont neked nem kéne magyaráznom, hát szaktanárnak. Igen. Tehát tulajdonképpen, Danikám, elmondtad azt, hogy mit kell tudni ezekről a csodálatos sportágokról, és elég értelmesen elmondtad, tehát ez nem lesz a szégyen foltja ennek a műsornak, úgyhogy most nem tudunk más tenni, mint az Ádámtól meghallgatunk még egy zenét, és akkor jövünk vissza. Mit hallunk, Ádám? Hát a zene élt tovább, az a szám címe, ez is az új CD-mről van. Ez egy kicsit arszpoétika, amíg mi zenélünk, a élő zene fog működni, tehát a öreg rockerek, rhythm and blues emberek zenélnek, addig a zene él tovább. Zene, és ez nekünk elég. Én már tudom, ez sokat ér. Hidd el, elértük a célt. Oh, elértük a célt.
Kell a nap, majd visszatér, múló idő, remény egy új életért. Egy új nap, egy új élet, új hajnalán, a képzelet árnyából új élet él. Török Ádámból életre kelt egy csodálatos ember, aki kétszeres Európa-bajnok, tehát a fiáról van szó, vendégem Török Ádám és Török Dániel, két kiváló ember, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Ádám, múlik az idő, nem véletlenül mondtam ezeket a gondolatokat. Szépen tudomásul veszed lassacskán, hogy már nem vagy 20 éves. Most egy kicsit gondolkodj, emlékezzél vissza, hogy kik voltak azok a legendás zenészek, akikkel te összekötötted az életedet annak idején, és mik voltak azok a szerzemények, amik úgy be is futottak, és működnek a mai napig, és hallgatunk. Hát az első együttes, a Mini formációban 68-ban alakult, aminek a tagjai voltak az Ávodi Janó, a Cipotibi és a Doxa. Ebből a Janó lett nagyon híres, meg jó magam. Ugye
a Janóka, az Ávodi Jancsi, a legendás gitáros, aki a Piramisba lett aztán tényleg országos sírű, és azóta is nagy sztár a rock zenében. Játszunk ma is együtt nagyon sokat. Együtt alapítottuk a Minit, aztán a Rabocska nevű együttesünket, és ma is játszunk együtt nagy hatalmas bulikat. A Janóval írtam egy pár számot. Kezdeményez volt a Gőzhajónak is, a Keresztes Lovagnak is. A Janó közreműködés, a Sirályok is neki köszönhető, hogy együtt írtuk az első taktusokat, aztán ezeket később megkonszertem Pap Gyulával, aki ugyancsak egy legendás együttestek voltak, de aztán Skorpióban lett nagyon híres, egy zseniális billentyűs velem volt, és írtunk egy csomó dalt, így a Halványkék gondolat, ami nagyon nagy siker volt, a Ne félj című szám, ezeket még ma is kérik az emberek. Pont tegnap is a Halványkéket mindenki ordibálta, csak hát most már nem tudom igazán elénekelni, meg a Hammond orgona hiányzik hozzá, tehát az csak úgy jó Hammond orgonával. Azt mostanában nem játszom. Aztán jött a Tátrai Tibi, aki volt nálam kétszer is, egyszer volt a Minibe, 73-ban, és utána 86-88 köz pedig a Tátrai Török Tandembe, ami egy nagyon avantgárd zene volt. Aztán jött a Német Karcsi, akivel rengeteg dalt írtam, ma is a billentyűsünk, a nagy lemezeknek a kiváló billentyűse, és aztán volt nálam a Német Loizi, a Bikiniből én fedeztem fel, egy ragyogó basszusgitáros, és hát az utolsó 10-15 évben van velem a Pinyóka, a dobos, aki ugye a Piramis. Piramisnak a legendás dobosa, 16 éve dolgozik velem, megint a Karcsi van velem, és van most egy Paróczai Tacskó Attila nevű basszusgitárosunk, ez a mai Mini, tehát ma is mi szárnyalunk még, most nyáron 50 bulink volt 3 hónap alatt, ami a magyar rock bluesban nagyon nagy szám, és továbbra is dolgozunk az Old Men's-be, a Bemrock parton, és különböző klubokban, és nagy fesztiválokon, kis bulikon. Hát ez egy hatalmas felsorolás volt, de ha most ezt szétboncoljuk, akkor volt-e ezek között, a zenészek között olyan ember, akivel nézeteltérés? Ez volt, mit tudom, nem tudtatok egyetérteni mondjuk egy bizonyos zenében vagy szövegben, és kik voltak azok a személyek, akikkel a legjobb volt együtt dolgozni neked? Hát volt természetesen, hát azért oszlanak fel zenekarok, de mindig barátsággal váltunk el. Pont a Német Lajzi most valahol nyilatkozta, hogy a legjobb évei ott voltak, amikor a Minibe az Ádámmal játszott, és nekem is a fénykorom volt ugye 77-től 80-ig, akkor volt a Mini a legnagyobb csúcson, akkor Magyarország első 3-4 rockzenekar közt volt, nem csak Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában is hatalmas sikereink voltak. Tehát ott nálam a Janó is, kétszer is, a Tátra is. Hát mindenkinek aztán ugye egyéni dolgai voltak, és aztán mentek tovább. Akivel hosszú éveket melóztam, az a Német Karcsi, az 1974-től 1984-ig 10 évig volt nálam, és most visszajött. 98 óta megint Mini van, és ő azóta itt van, most már 8 éve, és akkor a Pinyókkal, akivel 16 éve játszom együtt, aki a Piramisban volt, 16 éve a dobosunk, egy ragyogó ember és egy nagyon jó dobos, nagyon kedves barátom, és a Janokka is, az Ávod is most megint hosszú évek óta, megint félig meddig ilyen állandó tag, visszük bulikra, ő is hoz bulikat, tehát van egy nagyon jó baráti társaság, akivel ma is melózunk. Most ugye itt van bal oldalon a kritikus, ugye a fiatal kis Csikó, aki az mellett, hogy kiváló sportoló, szereti a zenét is. Hogy barátkozol meg édesapád zenéjével? Tehát most nagyon szereted a dalokat, vagy kicsit más stílus fele is orientálódsz? Tehát milyen stílusú zenéket szeretsz, akkor inkább így teszem fel a kérdést. Ezt mindig megkérdezik, de jogos. Gyerekkorom óta ugye apu otthon gyakorolt, még mentek a zenéi, amikor az új CD-ket adták ki, hát ki genetikailag ez beném fonódott ez a zene, úgyhogy én nagyon szeretem meg hát a stílus jegyeit ennek a zenének, meg a hasonló bandákat is így megszerettem, én tudom értékelni, amikor ezekben a zenekben egy-egy zenés szólózik, azt tudom értékelni. Nem úgy, munka hogy van egy... benne, elképzelés, kreativitás. Igen, szóval nem csak egy ilyen sima zene, úgyhogy én nagyon szeretem apunak a zenét, mindegyik számát ugye kívülről tudom, és el is szoktunk menni, edzőtársaimat motiválom, hogy el kell menni. És akkor mondhatom azt, hogy a gépzene távol áll tőled. Nem. Őszintén megmondom viszont, hogy nem, az is tetszik. Az utóbbi időkben megtetszett a gépzene is, de hát ugyanúgy elmegyek a Török Ádám és a Minire, vagy valami hasonló. De azért ezt már nehezebben viseli az édesapád, nem? De, nem. Beletörődött? Hát mi, nem, hogy beletörődött, hát mi
Hát de most figyelj, de bocs. Hát biztos, hát ő neki az ő szakmájának ez a halála. Hát most gondold el, hogy azért én azért számtalan koncerttel láttam az édesapát, szóval ebben nagyon sok kreativitás, elképzelés, rengeteg munka, rengeteg összehangoltság, stb. Elképzelés van ezekben a dologban. Most nem azt mondom, hogy a gépzenében nincs, de az annyira más, az egy gép, az egy valami automatikusan jön, te egy élsportoló vagy. Ugye, ha belegondolsz azt, hogy ugye, mit tudom, a 9. percben másképp ver a szíved, mint pontosan mondjuk a második percben, és mondjuk egy gépet nem tudsz úgy beállítani, vagy hát ez valahogy ez nem életszerű. Tehát az édesapád zenében benne van a hangulat, a közönség, minden benne van, tehát él, lüktet, működik az egész. Én azért furcsálom, de hát végül is, hogyha szereted, akkor nem tudok veled mit csinálni. Lassan végem lesz. Akkor mi lesz a Dühös Ember című dalunkkal, hogyha a gyereket szeretsz, akkor végünk lesz nekünk is. Hát igen. De azt mondod, igen? Ez nem semmi. Nem tudom, hogy hogy mondjam. Apu azt mondja, hogy mindenki kell tisztelni, aki ebből pénzt tud csinálni, vagy pedig el tud érni ebből valamit. Szóval azért sok embernek teszik a puzenéje is, meg ez is, szóval őket is tisztelni kell, nem, és így állunk mi is, én is így állok a küzdő sportoknál, meg bármilyen más sportágnál is, tudod, amikor mondják, hogy az nem kell akkor a fizikai munka ott a sakkozáshoz, vagy mit tudom, a pingponghoz, és egyszer elmentem egy ilyen pingpong edzésre, de diliből elkezdtünk ütögetni, és úgy begörcsött minden, hogy te jó Isten, ez is egy ilyen komoly dolog, de ez lehet a zenébe is. Tehát magas szinten tulajdonképpen szóval mindent nagyon-nagyon nehéz csinálni. Hát a mocskot abból se szeretem, hogy megvan egy-két előadó, tehát tetszik abból is. Kedves hallgatók, engedjétek meg, hogy Török Dánielnek, aki kétszeres Európa-bajnok, utoljára Budapesten védte meg az Európa-bajnoki címét, és a világ egyik legjobb karatésa, hadd szóljon neki egy, mert ugye ő K1-be is kipróbálta magát, hadd szóljon a küzdelmek éjszakájáról egy dal, ez kőkemény küzdelem. Éjszakáján az izmom megszakadhat, a lelkem nem pusztulhat,
Tehát továbbra is szép jó estét kívánok mindenkinek. Újra itt vagyunk. Akarjátok, nem akarjátok, de én tudom, hogy a többség akarja. Hisz ki nem akarna élő legendákkal találkozni, vagy akár hallani a hangjukat. Jobbra-balra élő legendák vannak, én meg köztük üldögélek, elég bátran. Ne tudod, hogy az ember 30 év birkódás után azért megmerülni két ilyen legenda között. Danikám, mit jelent neked az a szó, hogy gyűlölet? Ó, hát ez egy jó kérdés. Hát azért tettem föl. Igen. Sporton belül vagy amúgy? Hát ugye egyáltalán. Őszintén megmondom, hogy a sporton belül, a politikán belül ez, belénk nevelték ezt a gyűlöletet, mert ugye például mondom egyet, hogy ez a Kyokushin karaté szétszakadt, mivel meghalt Oyama mester, és több szervezetre szakadt az egész, és mikor még gyerekek voltunk, nem tudtuk, hogy ennek mik voltak az okai, és úgy neveltek minket, hogy szó szerint meggyűlöltük a másik szervezet tagjait, amivel most, mint ahogy kezdek felnőni, így mondom, hogy atya úristen, hova tudtunk jutni, mint a sportpolitikán belül, de ezt a politikailag is vannak gyűlöletek, amit így át lehet vinni, de minél érettebb lesz egy ember, szerintem úgy tudja ezeket, hogy mondjam, a helyére rakni és leszokni erről a gyűlöletről. Jól gondolod. Ha édesapádnak az anekdótáit és a te mostani életérzésedet összehasonlítod, akkor milyen megállapításra jutsz, hogy melyik világ volt jobb? A régi világ, vagy a mostani világ, vagy a kettőből kellene kovácsolni valamit? Hogy érzed magad ebben a világban? Hát a kettőből kéne valamit kovácsolni, hogyha... Hogy mondjam... Igen, tehát édesapa fenyített, és hát a kőkemény erős ember, a küzdősportok egyik legkiemelkedőbb alakja meghátrált. Csak annyi szólt, hogy fiam, a mikrofonba beszél, tehát igen, oda beszélek a mikrofonba. Hát a régiből, mit mondjak, a sporton belül a régen, egy dolog működött szerintem a régi világban, az a sport volt. Kifejezetten támogatva volt a sport a régi rendszerben, és ezt a rendszert vették át Angliába, Japánba, Amerikába, hogy hogyan kell a sportolókat támogatni, és hogyan tudunk igazán nagy eredményeket elhozni, és ugye itt a régi sportágok azért hány birkózó nagy tehetség volt, ugye, meg milyen centrumok épültek, tatai edzőtábor sorolhatnám. Azért meg voltak adva itt a lehetőségek, hogy a versenyző azért kihozza magából a maximumot. Viszont a mostani világban én például a sporttal nagyobb szabadságot kapok, mert én magamnak csináltok sajtótájékoztatót, szponzorálhatom magamat is, saját klubom van, nem tartozok senki alá, saját menedzsmentem, nincsen menedzserem, egy ilyen csapat vagyunk, így az apuval, meg még így páran, szóval mi el tudunk menni a profi világba, ami régen, ez nem volt megadva, szóval, hogy önállóak legyünk. Hát az apujék oldaláról szerintem, hát apu régen egy hatalmas zenész, most is egy nagyon nagy zenész, de hát régen ugye tök jó lenne, hogyha visszajönne az a tömeg, aki őt kísérte, és hát a régen nem volt ennyi banda, és nem volt ennyi szemét, inkább így mondom. Ez nagyon sok szemét van, ami így elviszi. És nagyon igazságtalan, amit gondoltok, lehet, hogy most ezt rosszul mondom, de voltak ezek a mostani vetélkedősök, hogy ki hogyan énekel a playbackbe, meg hogy hogyan, milyen dalokat tud elénekelni, az itt megöli az apujék zenét. Én úgy gondolom, akik kiharcolták ezt a hírnevet, nem pedig azt 4 hónap alatt feljöttünk, és akkor megöljük most a többi zenészt. Úgyhogy ebből kell egy mixet összerakni, és akkor, hogy igazságos legyen ez az élet, inkább azt mondom. Te hogy érzed, Ádám, a régi idők és a mostani időket, hogyha össze kellene hasonlítanod, már pedig most össze kell hasonlítani, akkor mi jó a mostani világban, és mi nem jó a régi világban? Hát majd nagyon nagy szabadság van, de tudomásra kell venni, hogy ma mindenki saját magára számíthat csak. Nagyon szűk kör, a családba kell gondolkozni, vagy mi, ahogy a Danival most egy kis cégünk van, egy egyesületünk van, saját klubunk van, saját kis klubhelységünk van, shopunk van, kávézunk, ahol mi próbálunk megteremteni egy olyan dolgot, hogy Dani tudjon sportolni, mert egy félértől nem kapott soha senkitől. Ami az ő tehetséges, ő kitartásából van, meg az én lémből, ez ami neki van.
Ez legyen köszönték, mert a világ legjobb karakter. Hidd el, hogy ezt még én se tudtam, pedig hát azért én benne vagyok a sportban. Ez nagyon jó dolog, hogy elmondom. Hát a világ egyik legjobb karakterése az ő saját hatalmas erőfeszítése, tehetsége, és az én, meg a családom léje van bennem. Mert ezt úgy nem lehet csinálni, hogy ő dolgozna a Ganz villamosságiba Schusterként, és utána elmenne edzeni. Hát napi 2-3 edzése van. Hát lehetne, csak nem ilyen kőkemény sportban. Hát és nem lenne sehol. Így meg a világ első, Európa legjobb, a világ első 4-5-ben van. Tehát lehet csinálni, de ez így lehet eredményt elérni. Ez az egyik. A másik, hogy nekik a sport nagyon kemény. A régi világból, ami nekik hiányzik, szerintem az a rengeteg csajozás, ami nekem meg volt adatva, mint popzenésznek, rockzenésznek, ezrével az gyönyörű csajok, ami ma tudom a Danin keresztül, amit mesél, hogy csak a lész számít a csajoknál minden. Ez egy fiatal embernek nem igazán jó. Mert én amikor ilyen fiatal ember voltam, ugye naponta a betépőt meg kellett szerezni, azt a két napi két csajt, és hát ma már lével se bírnád sehogy se. Tetszik ez a mentalitás, de azt mondod, lével se bírnám, de egyébként bírnád. Szóval az ügyedben, te sem vagy egy karonülő. Na azt mondom, hogy én lével se nem bírnám. De hát a Dani még bírná. Hát, de ma arra nehéz csajozni. Én meg tudom, hogy mi nekünk akkor kellett napi két csaj, és akkor megvolt. És nagyon nagy csajozó volt? Ezek szerint nagy csajozó voltam. Én nagy voltam, ez híres csajozó voltam. Nem így néztem ki, mint most, nem is tagadom. Ez ma arra jó volt a régi világban. Tényleg, mesélj egy kicsit magadról, hogy néztél ki. Tudjuk hát, meg, mert itt a fiatalok meg 80 kiló voltam, hódzorral voltam, és sportoltam, én is futballoztam. Nagy hajam volt, és imádtak a csajok. Most volt egy beírás a websájtomra, hogy Kanadából egy csaj írta, hogy hát most hallja most a zeném meg a képeimet, de hát én voltam a 70-es évek legszexisebb magyar férfia. És hát sajnál, hogy ilyen kopasz lettem minden, de ma is szereti a zenémet. Tehát vannak ilyen rajongóim, hála Isten. És hát az a régi világban ez volt a jó. A mai világban meg a szabadság volt jó. Meg jó az, hogy szabadon lehet akármit csinálni. Természetesen mindenki saját magára kell, hogy számítson. Pont a mai politikai helyzetben, hogy most hallottuk 2-3 napja, ami megy, tudomásul kell venni ebbe az országba, hogy mindenki csak saját magára számíthat. Senki nem fog senkinek lét adni, mert nincs is miből, meg ez egy ilyen világ. Íme a nagy bölcs megszólalt, és valós, igaz dolgokat mondott el. Na, nagy király, akkor hallgatlak. Mi van a csajokkal, hogy egy ilyen jóképű, magas, kétméteres emberek, nehogy már probléma legyen, nehogy már zsebbe kelljen nyúlni egy ilyen pasasnak. Hát akkor mi van azokkal, akik 150 centi magasak, meg pénz nélkül járkálnak az utcán, meg minden, meg még nem is Európa bajnokok. Hát hogy van ez? Fejtsük ezt meg? Szinte megmondom, nem érdekel, hogy velük mi van. Mindig a magam problémája érdekel. És az mi a te problémád? Igen, ez a magadra számítatok. Hát először is az edzés, ezt mindig tartanom kell. Igen, hogy jó eredményeket érek el, akkor jönnek azok a csajok ott azokon a versenyeken. De nem itthon, inkább Japánban. Japánban sokkal jobban ismernek, mint itt. Ott vannak sztárok, sikongató lányok, meg ilyenek. Itthon nem ismernek annyira. Egy nagy darab gyerek vagyok. Mit tudom én, lehet, hogy jó fazon, nem tudom, ezt majd idén eldöntetek. Nincs meg BMW-d, akkor gázba nincs, vagy. Igen, megkérdezik, tényleg megkérdezhetem, mivel jelsz? Te villamosra. Nagyon helyes. Látod, ezek jó dolgok, elmondom neked. Én is villamosra jártam az utolsó. Elvisz a csajt izével, trollival. Megmondod, nem milyen kocsim van. Egy nagyon jó trollim van. Meg hát egy ilyen pasos meg kell fizetnem a hölgyeknek is. Úgyhogy kedves hölgyek, tehát hogyha valaki esetleg ott van a vonalban, és hát a vonalban nem tud, mert sajnos ez a műsor nem élő lesz, hanem felvételről hallhatjátok. De azért érdemes nyomozgatni egy kicsikét Török Dániel után, mert hát ő egy olyan, aki egyelőre nincs meg még az igazi, de hát folyamatban van és keresi, és azért elmondom neked, Danikám, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz az igazit megtalálni, és nem magadba keresd, mert nem benned van a hiba, hanem az egész rendszerben, ahogy működik. Nem működik rendjén a dolgok, úgy, mint ahogy az Ádám elmondja. Hát én nem ismerek itt adásba visszaemlékezni arra, hogy micsoda világ volt az. Én is a 70-es években ütöttem a dobokat, gitároztunk, nyomtuk, és tényleg, amit az Ádám mond, ez hiteles. Szóval itt nincs mellébe. Ez tényleg így volt, hogy akkor rajongtak a lányok a zenéért, megőrültek. Tehát olyan tömegeket vonzottunk mi is, hogy ez hihetetlen. Ma ilyen elképzelhetetlen, egyszerűen feldolgozhatatlan. Hogy érett tényleg ez meg a mai nap? Hát igen, ez
Ma már ez nem, nincs, nekem az IFI Parkban minden második kedden, meg minden kedden volt 3000 ember a koncertemen. Ma egy nagyon menő banda örül, hogy egy évbe csinál egy 3000-es bulit. Hát más a világ, hát ezt tudomásra kell venni. Mi akkor rendkívül népszerűek voltunk, abban nagyon kemény világban tudtunk egy kis burokba egy kis szabadságot csinálni, és ebből profitáltunk. Ma meg hiába van szabadság, rengeteg minden van, marha nehéz az egész. Hát megint csak eljött a vég, meg kell szólalnom és be kell fejezni ezt a műsort. Azért nyugodt vagyok, mert a Civil Rádió lehetőséget biztosított arra, hogy egy élő legenda őskövület című műsort rendszeresen vezethessek itt, és Magyarország megismerje ezeket a legendás arcokat. A mai napon vendégem volt Török Ádám, a Mini Együttes mindenese, zeneszerző, szövegíró, énekes. 20 lemezt jelentetett meg, és van egy zseniális fia, Török Dániel, aki kétszeres Európa-bajnok, az egész világon az első ötben benne van. És hát mondhatom azt, hogy mindketten nagyon jó emberek, és örülök, hogy itt voltatok. Az Élő Legenda őskövület című műsort hallottátok. Sziasztok, Németh Nyiba Sándor voltam, és minden második szerdán 21 és 22 óra között itt a helyetek, meg mindig a Civil Rádiónál.